egyes tagállamokban az import használt autók mintegy felénél csalnak a kilométeróra állásával a kereskedők, míg nálunk az értékesített használt autók 40-45%-ánál van a valós futás teljesítménytől kevesebb kilométer a kocsikban. A Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke szerint ezzel jelentős anyagi károkat okoznak a vásárlóknak. A magyar autóknak körülbelül, de ez természetesen csak becslés, kb. 40-45% korábbi adat ez persze, annyinek a órája lehet problémás. A külföldi autóknál is nyilván ez előfordul, és azért azt kell mondjam, nem csak magyar sajátosság az óra visszatekerés, ez azért sok külföldi országban, nyugat-európai, de kelet-európai országban is előfordul. Nyilván ez a gépkocsi értékét azért jelentősen befolyásolja, tehát ha egy gépkocsiról kiderül, hogy mondjuk kétszer annyi kilométer van benne, az legalább egy 10-20, akár több, akár 30%-kal is kevesebbet érhet. A vásárlási ár mellett a kimaradt szervizelések hiányával is károkat okoznak a csalókereskedők az autók új tulajdonosainak. Az Európai Parlament álláspontja szerint mintegy 6-9 milliárd eurót lehetne megtakarítani azzal, ha uniós szinten szabályoznák a számláló manipulálását, és bűncselekménnyé nyilvánítanák azt. Gulyás József azt mondta, fontos lenne a kilométerórák állását rögzítő, már működő rendszerek egységesítése is. Magyarországon 2012. január 1 óta működik egy rendszer, ami a műszaki vizsgaadatokat, illetve a tulajdonos változás adatait rögzíti, és ez kötelezően belekerül egy internetes rendszerbe. Ez viszont könnyen elérhető akár okostelefonon is, vagy e-mailen is. A nyugat-európai országokban, illetve az unió tagországaiban mindenhol működnek ilyen rendszerek, de nincsenek egységesítve. Tehát egy magyar vásárló nem tudja megnézni azt, legalábbis nagyon nehézkes, mondjuk egy spanyol autónak, vagy akár egy dán autónak, hogy alakult a szervizelése, hogy alakult a kilométerórálása az élettörténetébe. Ebből kifolyólag van egy kezdeményezés most, ez egy másfél napos hír, hogy az unióban kezdeményezik a tagállamok gépjármű nyilvántartásának egységesítését. Ez lenne a hosszú távú megoldás, vagy a tartós megoldás arra, hogy az unióban a különböző használt autók élettörténetét nyomon lehessen követni. Deli Andor fideszes LP képviselő az Európai Parlamentben korábban azt mondta, a helyzet a nyugat-európai átlaghoz képest még lesújtóbb a 2004 után csatlakozott tagállamok esetében. Hozzátette, nem hagyhatjuk, hogy a térségünk a nyugaton leselejtezett és hamis számokat mutató gépjárművek lerakatává váljon.